A vidékfejlesztési program valamennyi pályázati felhívását meghirdették idén március 31-én, ami a 2014 és 2020 közötti időszakra 1300 milliárd forint összegű Európai Uniós keretet biztosít Magyarországnak. Ezeket a lehetőségeket ismertették az érdeklődőknek szerencsén a Borsoda-Bauzemplén megyei Széchenyi programiroda munkatársai. A megjelenteket Koncz Ferenc üdvözölte, majd beszédében kiemelte, hogy a térség nagy várakozással tekint erre az Európai Uniós pályázati időszakra, hiszen a települések, vállalkozások működéséhez, fejlesztéséhez elengedhetetlen fontosságúak ezek a támogatások. Koleszer Gábor, a Borsoda-Bauzemplén megyei kormányhivatal agrár- és vidékfejlesztési támogató osztályvezetője ismertette, hogy a nagy érdeklődést a beruházások támogatására biztosított 600-700 milliárd forint összegű keretre mintegy 3-4-szeres túligénylés érkezett. Így már csak néhány olyan konstrukció érhető el, amelyek beruházást támogatnak, munkahelyeket teremtenek, és az agrár, mikro, kis és középvállalkozások versenyképességét hivatottak növelni. Széchenyi programiroda egyik legfontosabb feladata az, hogy a pályázatokkal kapcsolatos információt eljuttassa mindenki számára, aki érdeklődik a különböző Európai Uniós források iránt. Folyamatosan olyan fórumokat szervezünk a megye egész területén, hogy eljuttassuk mindenki számára az épp legaktuálisabb információkat. Mai napnak a különlegessége az az, hogy nem csak a gazdaságfejlesztéssel, hanem a vidékfejlesztéssel kapcsolatos információk is rendelkezésre állnak. Itt az előadók között lesznek olyanok, akik pont az agrárium kapcsán azokat az elérhető lehetőségeket fogják bemutatni, amelyekkel lehet élni itt a vidéken, leginkább ott, ahol az agrárium is egy fontos szempont az emberek megélhetése szempontjából. Az önkormányzatok ugye a top keretein belül pályáznak, ezeknek a pályázati lehetőségeknek a napokban fogják meghirdetni majd az eredményeit, és úgy gondolom, hogy azért is vannak ilyen nagyobb számban jelen, azért, és érdeklődnek a polgármesterek, esetleg próbálnak, de nem mi vagyunk a döntőek ebben, tehát nem mi hozzuk meg a döntést, de várhatóak a közeljövőben ezeknek az eredményei, és akkor egy nagyon-nagyon fontos dolog lesz az, hogy a vidéken lévő önkormányzatok is tudnak élni azokkal a lehetőségekkel, amelyel különböző helyi szándékok meg tudnak valósulni különböző Európai Uniós források keretein belül. Dévald István, a Tokaj Borvidék Fejlődésért Nonprofit Kft. Projekt koordinátora arról szólt, hogy a kormány támogatja a fiatal, feltörekvő borászatokat és borászokat. Ezeknek a lehetőségeknek a felkutatásában nyújt segítséget ez a szervezet. A Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács 2014-ben alakult meg, hogy irányításával megvalósulhasson a Borvidék Tokaj-Hegyalja Nemzeti Program. E kiemelt térségre vonatkozó program keretében elkészülő fejlesztési koncepciónak az a legfőbb célja, hogy a kormányhatározathoz igazodva elősegítse a Tokaj Borvidék térségének természeti, társadalmi, gazdasági és a kulturális környezetet egyaránt érintő, az ökológiai egyensúly fenntartásával történő komplex fejlesztéseket. A Széchenyi programiroda alapvetően az Európai Uniós fejlesztési lehetőségekről ad tájékoztatást és a különféle pályázatok megvalósulását segíti országszerte 60 irodában 180 tanácsadóval.